Szentesen születtem 1956-ban, a forradalom előtt pár hónappal. Szüleim, mondhatnám, kispolgárok voltak, édesapám boltos volt, édesanyám könyvelő egy állami gazdaságban, és mivel édesapám nagyon korán elvesztette a szüleit, 15 évesen a II. Világháborúban, egyedül tartotta el a testvérét, hamar felnőtt lett, viszont Szentesen megismerték, egy idős házaspár befogadta édesapámat, és tulajdonképpen ők lettek az én mostoha édes nagyszüleim, inkább így mondom. És ezt azért vezetem így föl, mert ők valamikor módos gazdák voltak, és oda költöztünk hozzájuk ebbe a módos gazda házba, amit úgy lehet elképzelni, ahogy manapság már kevesen, de talán önök közül még emlékeznek rá is, látni lehet a környező falvakban még ezekből csodálatosakat, felújítva akár. Na, egy ilyen házba laktunk, és természetesen a szüleim fizetése nagyon mérsékelt volt ahhoz képest, hogy két fiú gyereket neveljenek, tanítassanak. Így a testvéremet mindenképpen meg kell említenem, aki 16 hónappal követett engem az élők sorában. Tehát kettőnket így neveltek szerény körülmények között, és édesapám kitalálta azt, hogy ebben a módos gazda házban, ahol rengeteg melléképület volt, istállók, a régmúlt gazdag tennivalók helyszíne, azok újra értelmezhetőek valóban a tennivalók helyszínévé, úgyhogy belevágott a disznózásba, teheneink voltak, és természetesen minden apró állat, ami ilyenkor egy ilyen módos gazdaházba megélhet. Úgyhogy mi elég hamar beletanultunk a paraszti munkába a testvéremmel. Herelisztet daráltunk, nem tudom, tudják-e mi az. Azt, a szárított herét ledaráltuk, ami azt jelentette, hogy akármilyen vastag törölközőt kötöttünk az arcunk elé, tulajdonképpen 3 hétig, ha a zsebkendőbe belefújtuk az orrunkat, akkor az mély zöld színt kapott. Tehát így aztán úgy érkeztünk meg a kamaszkorba, a gimnáziumba, hogy nekünk ez a kispolgári és paraszti munkák által már begyakorlott háttér adott egy olyan muníciót a középiskolába, hogy volt mire csodálkoznunk. Elsősorban arra csodálkoztam rá, hogy mivel olyan osztályba kerültem, nem véletlen jelentkeztem persze a fizika-kémia tagozatra, ami a város értelmiségi gyermekeit gyűjtötte össze. Így aztán becsöppentem egy olyan közegbe, ebből a kispolgári, végül is paraszti millióból, hogy észrevettem, hogy ezek a srácok, lányok nálam jóval műveltebbek, jóval összeszokottabbak. Úgyhogy az első pár hónap nekem ebben az osztályban elég sok balhéval járt. Valószínűleg ezzel a fajta agresszivitással próbáltam magamra hívni a figyelmet, vagy kihívni bárkit, ha kell, akkor birkozni, ha kell, futballozni, és ezt a fajta energiámat elég gyorsan észrevette Bácskai Mihály tanár úr, aki a magyar és történelem tanárom volt, aki egyben az iskola igazgatója is volt, sőt, az iskola diák színpadának is ő volt a vezetője. És egyszer egy magyar órán a szokásos ökörködésem túlment bizonyos határon, és akkor a Miska bácsi a többieknek kiadott valami feladatot, és hátra hívott engem az osztály mögé, a legutolsó padra, ahol fölültünk mind a ketten, és lógattuk a lábunkat,
és már nem tudom pontosan, hogy mit kérdezett, az biztos, hogy erre emlékszem konkrétan, nem tudtam válaszolni, és elkezdtem sírni. Na most ez egy olyan komoly találkozás volt ő vele, hogy ennek a sírásnak, amit közben szégyeltem, az lett a vége, hogy meghívott a diákszínpadra. És onnantól kezdve bekerültem egy olyan közegben, ahol érték volt az, amit én tudok, amikről én tudok ökörködni akár, amit komolyan is lehet venni, és én pedig értékként fogtam fel azt, a másságot, amivel akár a más nevelést kapott osztálytársaim gazdagabbak talán. Úgy éreztem, hogy ezzel én is gazdagodhatok, úgyhogy elindultam az egyetfejlődésnek ezen az egyszerű útján, és ebből a fizika-kémia tagozatból az lett, hogy már harmadéves koromban indulhattam a diákszínpaddal az országos ki mit tudokon, színpadi vetélkedőkön, versmondásokon, úgyhogy a fizika tanárom meg is jósolta, hogy soha a büdös életben nem lesz belőlem színész. És akkor én mondtam neki, hogy miért fizika tanár lesz, és azt mondta, hogy ne szentelenkedjék. Tulajdonképpen elég hamar eldőlt így a sorsom, nagyon hamar belekóstoltam annak a jó érzésébe, hogy amit a színpadon csinálunk, az odalent igenis vevőkre, kíváncsiságra talál, és visszajelzést ad, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam már 16 éves, 17 éves koromban, mivel csak egy televízió volt, és a Ki mit tudba a döntőkben szerepeltünk és győztünk nem egyszer, már engem nem csak szentesen ismertek, hanem fölismertek akár bármerre mentem anyámékkal. Mondták, ó, ott a srác a Szentesi gimnáziumból. És ez így volt, amikor a debreceni csokonai szavalóversenyt megnyertem, és nyertem egy Toshiba rádió magnót, ami akkor óriási dolog volt, és a vonaton hazafele jövet, hallgattam a híreket, bemondták, hogy a csokonai debreceni szavaló verseny egyik győztese Gáspár Sándor szentesi gimnazista. És én rendkívül büszke voltam erre, és boldog voltam ettől. És a drága jó szüleim szintén nagyon büszkék és boldogok voltak erre, és mondjuk az se véletlen, hogy a testvérem, aki 16 hónappal volt utánam, gyakorlatilag ebből a 16 hónapból lefaragott négyet, és csak 12 évvel volt mindig utána, mert ha én a bölcsödéből óvodába mentem, akkor ő 12 hónap múlva tuti, hogy jött az óvodába. Ha én mentem az iskolába, ugyanez történt, a gimnáziumban is ugyanez történt, és ugyanez volt a diákszínpadon is, mindig egy évvel utána jött. Sőt, amikor fölvettek a színművészetire, rá egy évre a testvérem is ugyanúgy jött. 12 hónappal követettem kalocsán, mint előfelvétel is kis katona. Tehát tulajdonképpen az életünk így a családi háttérrel és a gimnázium adta igenis hihetetlen felszabadultsággal és a játék komolyságával együtt minket erre a pályára kísért, és emlékszem a felvételikre, hogy azzal a jókedvel tudtam megérkezni, hogy nincsen probléma, ha nem sikerül. Mert tudtam, akkor megyek tovább a barátaimmal, a diáktársaimmal, akár Szegedre, és az ottani, akkori egyetemi színpadon tovább játsszuk a játékainkat a magunk és a közönség örömére. Egyébként a játék komolyságát arra is értettem, hogy vidám székely népballadákat dolgoztunk fel, és ezeket több százszor eljátszottuk falvakba, tanyaközpontokba, de Budapesten is a döntőn, a Madách Színházban,
nyertünk egy mikrobuszt, ami egy óriási dolog volt, és akkor ezzel jártuk a falvakat. Emlékszem, hogy a kiváló együttes, mert kiváló együttes lett a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium diák színpada. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Miska bácsi, ami vezetőnk, megkért, hogy utazzak föl Pestre, és vegyem át. Nagyon megtisztelő volt. Anyukám előkészített hófehér inget vettem, sötét nyakkendőt, sötét öltönyt, ahogy az kell, kivasaltam, és beültem Szentesen, pontosabban vonatra ültem Szentesen, kiglancolva, elegánsan, jól fésültem, és megérkeztem Budapestre, leizzadva, fekete ingallérral, és leszálltam a nyugati pályaudvaron, és nagyon a fejembe vésték, hogy elfordulsz balra, és három villamos megállót még. De mivel késésben voltam, elfordultam jobbra, és felszálltam a villamosra, és már akkor volt gyanús, amikor átmentünk a Dunán a villamosra, hogy valami nem stimmel. Úgyhogy leszálltam a Budai hídfőn, visszafele már nem mertem villamosra ülni, ezért inkább szaladtam egészen a Fészek klubig, ami oda azért bő másfél kilométer. Mindezt ebben a gyönyörű, szép öltönyben, fehérünkben, nyakkendőben. Úgyhogy amikor megérkeztem a Fészekbe, akkor ért véget az egész ceremónia. Emlékszem, Major Tamás kérdőn nézett rám, mondtam, hogy én jöttem a díjért Szentesről. És akkor elkezdett a Major Tamás nevetni rajtam, és mondta, hogy fiatalember, menjen ki a mosdóba. Mondom, nem feltétlen kell, de mondom, rendben van, kimentem a mosdóba, és belenéztem a tükörbe. Hát az valami borzasztó volt. Csak a szemeimet láttam fehér lenni, fekete voltam, az egész fejem, a nyakam, a gyönyörű szép fehér ingem. Na, a lényeg az, hogy nem tudtam mit csinálni, kicsit arcot mostam, meg kezet mostam, visszamentem, és akkor így, miközben senki nem volt már ott, csak Major Tamás, aki egy nagy bohóc volt, és később dolgoztam is vele, nem egyszer, sőt az utolsó rendezésében is játszhattam. Ő volt az, aki átadta a kiváló együttes díját nekem, a küldöttnek. És erre nagyon büszke voltam. Nem kérdezel, biztos? Ez a játék kedv, ez úgy érzem, hogy megmarad benned, hogy te nem csupán egy alakító valaki vagy, hanem te tényleg játszod a dolgokat, és jól játszod. Hogy állsz ehhez? Nagyon hamar feltűnt nekem, amikor már ugye Pesten elég sok színházba jártam, színészként is, nézőként is, és dolgoztam nagyon sok komoly nagy színésszel, hogy mi az, ami például Őze Lajost megkülönbözteti sokuktól, nagyon sok képességes kollégától. És rájöttem, hogy a Őze Lajos, aki egyébként szintén szentesi volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én is ott nőhettem föl, ahol ő, hogy az Őze Lajos játékos volt. Volt névjegykártyája, ami akkor nem volt annyira jellemző, de ő azért nyomatott magának névkártyát, hogy átadhassa, hogy ő nem színművész, ő nem színész, ő színjátékos. És ebben a játékosságban, ebben példa volt számomra, hogy az a mérhetetlen életmű, az a mérhetetlen rengeteg drámai szerep, tragikomikus alakítás
mélyén mindig ott volt a játékos, a játékosság. A játékos az nem körködésnek gondolom, hanem például annak a felszabadultságnak, hogy kortól, rangtól, mindentől függetlenül képes volt akár velem, és most kicsit megdicsérem magamat, feltételezem, hogy látta bennem a képességet, hogy velem is szívesen játszott. És ugyanezt a fajta örömöt átélhettem még jó pár ilyen nagy formátumú emberrel, mint Garas Dezső, Törőcsik Mari. Tehát számomra ők azt az útra valót, csak hogy válaszoljuk a kérdésedre, adták, hogy az egész létezésünk lényege a nyitottság, a játékosság, és a mi magunk tiszteletét egymás közt semmiképpen sem díjakkal, korral, egyéb regisztrálható dolgokkal vívhatjuk ki, hanem ennek a játékosságnak a minőségével és folytonosságával. Kérdezz, légy szíves. Tulajdonképpen még, hogyha akarod a szülőházhoz, még visszavehetünk azzal, hogy édesanyád és édesapád milyen olyan útravalót adott, amit úgy gondolsz, hogy nagy becsben tartasz, és amit szerettél volna átadni a saját gyermekeidnek, vagy hogy egyáltalán mik voltak a legmeghatározóbbak a szülőházból? Hát a legmeghatározóbb az az volt talán, hogy apámnak volt egy folyamatosan visszaidézett kijelentése, hogy nincs lehetetlen. És amikor azt mondta apám, hogy föl kéne vinni ezt a 50 kukoricás rákot a padlásra, de mondtuk, apuka, hát ez a fél órás munka. És mondtuk, hogy apuka, ezt nem lehet megcsinálni, ennyi. Nincs lehetetlen, gyerekek. Most ez nagyon banális példa, de ezzel a nincs lehetetlennel, csak tehetetlennel el tudtunk, öcsém is, meg én is elég jól evickélni az életünkben, és ezen a pályán is. Tehát látva azt például, hogy a drága jó anyám, amikor mi már bőven túl voltunk a katonaságon, és főiskolások voltunk, színművészetesek, édesanyám akkor végezte el Gödöllőn, és gondoljunk bele, Gödöllőn akkor végezte el levelezőn a mérlegképes könyvelői szakot. Tehát valami olyan példával járt anyám is előttünk, és mi erről nem is tudtunk, csak közbe derült ki, és büszke volt rá, hogy megkapta a diplomát. Tehát abból a családi örökségből ez a fajta értelmiségi kitörés nem volt egyértelmű. A nagyapám, tehát anyai nagyapám, ő volt az egyetlen, aki a családban talán a legműveletebb volt, mezőgazdász volt, és nagyon nagy könyvtára is volt. Viszont egy született bohém volt. Tehát mi unokák imádtuk őt, és ugráltunk rajta, és mindent elbírt, 120 kilós volt, és hegedült. Tehát ő volt a csoda nagypapa, de ő volt a bohém nagypapa. Tehát ő volt az, aki az úgynevezett családi örökséget tökéletesen felélte. Ő volt az, akinek a pribékek az 50-es években fönt az Andrássy úton kitépték harapófogóval a fogait. Ő volt az, a családi legenda szerint, aki az utolsót nem hagyta és maga tépte ki a harapófogóval. Tehát tulajdonképpen őt száműzték, a foglalkozását, hivatását soha nem gyakorolhatta, hanem kisebb TSZ-ekben
vállalhatott külsősként, megtűrtként könyvelői munkát. Viszont a vele töltött születésnapok, családünnepségek, amikor ő hegedült, azok a mai napig megmaradtak bennünk. Az egyik öröksége a testvéremnek van tőle, talán picit a bohémségből is, bár abból én is, hogy a zenei tehetségét az én testvérem abszolút örökölte, hiszen ő elkezdett gordonkázni. Már kiskorában emlékszem, hiszen a zeneiskolából, amikor mentünk haza, mindig én cipeltem a gordonkát. Tehát ez ki volt osztva, viszont én azért nem lehettem ebben a kiváltságban, hogy örököljem nagyapám képességét, mert azzal a nagyon szeretetteljes, de véleményem szerint téves pedagógiával úgy ítélte meg, hogy nekem, az a Sanyikának nem kell erőltetni ezt a zeneiskolát. Mert ő úgy ítélte meg, hogy a Tibikének jobb a hallása. Ezt mondta tiszta szívvel. Úgyhogy én a mai napig nem nagyon merek énekelni. De ne kérd meg, hogy énekeljek, mert biztos nem fogok. De ez is az örökség egyik része. De tovább menve valóban az a neveltetésnek nyilván az is egy meghatározó része volt, hogy az 50-es években nőttünk fel. Emlékszem, hogy amikor már úgy nyílt az elménk, akkor édesapám elmesélte, hogy hogyan tudott összebalhézni, akkor édesanyám esküvője kapcsán, édesapám református volt, te, édesanyám pedig katolikus, és nem akarták őket összeadni. És ebből kifolyólag apám egy életre bezárkózott. Nem tiltott nekünk semmit, édesanyám vitte a vallási vonalat, aki Hódmezővásárhelyen egyébként Zárdában nevelkedett, és tőle tanultunk meg imádkozni. Később aztán, amikor már nagyobbak lettünk, akkor természetesen mozgósítottuk magunkat, és jártunk templomba, karácsony, szentmise, stb. De igazából ez a része a mi neveltetésünknek nem kapott egy olyan markáns alapot, mint ahogy egyébként én a gyerekeimnek ezt a lehetőséget feleségemmel, volt feleségemmel, Bánság Ildikóval, már sokkal konzekvensebben, nyilván egy sokkal kiegyensúlyozottabb világban át tudtuk adni. De visszatérve a családra, hogy egy elég paternalista neveltetésben részesültünk, ami azt jelenti, hogy drága jó anyám, ugye három férfit kellett, hogy szolgáljon, és ezt a szót most érthetjük a mai fülünkkel, értelmezésünkben egyfajta rossz felhanggal is, de ő ezt a szolgálatnak vette, hihetetlen, hogy amilyen munkát végzett és ami mellett még tanult is, ő tulajdonképpen mosott, főzött, takarított. Nem is értem a mai szememmel, a mai tapasztalatommal, hogyan lehetett ezt akkor abban a világban bírni fizikailag, szellemileg, és ő bírta. Tehát csodálattal emlékszem rá, sőt, mint nagymamára is a gyerekeim, tehát ezzel nem azt akarom mondani, bár számomra nyilván az anyám az első, de ez akkor abban a világban természetes volt, és azért örülök neki, hogy azért ebben a mai világban ez már nem ennyire természetes, és talán picivel a nők az anyák számára jobban megosztódik ez a fajta szolgálat az apával. Igyekeztem én is ilyen apa lenni, de az ember nem bújhat ki a bőréből, tehát ezt mondom önkritikusan, nem vagyok rá büszke, de ha már itt tartunk, én 22 év után
elváltam a feleségemtől, rendkívül megviselt, úgy éreztem, hogy szégyen, hogy képtelen voltam összetartani a családot, látva édesanyámék életét, akik életük végig együtt voltak, minden nehézség ellenére. Szóval ez engem nagyon megviselt. Úgy gondoltam, hogy bár az a fajta modell, amit otthonról hoztam, bennem is átértékelődött, de azért mégis az apa tudatom, az valószínűleg működött, és abban a családi millióban, ami már nem az 50-es évek volt, hanem ez a 80-as, 90-es évek, amikor a gyerekeim kicsik voltak, mégiscsak valószínűleg ez befékezte a mi családunknak azt a létezését, amitől száguldhattunk volna egyébként a végtelenségig. Tehát ezt mondom most így önkritikusan, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, hihetetlen kiegyensúlyozott a kapcsolatom a gyerekeimmel és a volt feleségemmel is. Együtt töltjük a karácsonyi és egyéb családi ünnepeket, és a hétköznapjainkban is nagyon sokszor találkozunk. Tehát ezt a kis kitűrét csak azért mondtam, mert az a kérdésed, hogy térjünk vissza a családra, egy pár körmondat után idáig röpített. Az egyetem főiskola, régen főiskola volt, most egyetem már, a színművészeti tanára. Én nagyon sokat tanultam Horvai Istvántól, aki akkor a Víg Színház főrendezője volt, Kapás Dezsőtől, aki szintén a Víg Színház rendezője volt, és ahogy oda kerültem, Várkonyi Zoltán hívott, látván a főiskolás vizsgáinkat, talán emlékeznek még Pap Verára, aki ezelőtt 9 évvel halt meg nagyon fiatalon. Pap Verát és engem szerződtetett a Várkonyi Zoltán a Víg Színházba, tehát olyan bizalmat kaptam már a legelején, ami számomra akkor nem is volt annyira meglepetés, kicsit úgy vártam is, úgy éreztem, hogy azok a megnyilatkozásaim, azok a lehetőségeim, amiket főiskolásként tehettem, azokra felfigyelnek. Így azt kell, hogy mondjam, most nem a kérdésről akarok kitérni, de összefügg ezzel, hogy én nagyon sokat köszönhetek a szerencsének, vagy mondhatnám akár a Jóistennek, hiszen a Jóisten vigyázott rám, és mindig olyan közegbe kerülhettem, ahol kibontakozhattam. Már sokan vitatják ugye a szerencsének a létezését, létjogosultságát, sokan mondják, hogy a szerencsét azt elő kell hívni. De most végül is teljesen mindegy, a lényeg az, hogy én nagyon jó helyzetbe kerültem, és mindig a figyelem központjában lehettem. És ez azt is jelentette, hogy mindig minőségi kollégákkal, emberekkel dolgozhattam. Tehát nagyon nagy hatással voltunk egymásra, így a korosztályon belül is. Emlékszem, hogy az osztályon belül a Verocskát, Pap Verocskát már említettem, akivel sokat játszottam és filmeztem, Csabla Csacsiban ő volt a feleségem, vagy Bán János barátommal, aki szintén osztálytársam volt, és Dörner Györggyel megcsinálhattuk egy főiskolai rendezői vizsgaként a stílusgyakorlatot, ami 30 éves szériát futott be, és a mai napig nem nagyon tudni ennél sikeresebb prózai abszurd előadásról. Vagy mondhatnám Bubik Pistát, akivel együtt öltözhettem a színházban, a művész színházban és az új színházban, vagy akivel a legtöbbet színpadon voltam, Eperjes Károly, akivel szintén a Csable Csacsiba játszhattam. Tehát a Cserhalmi György, Udvaros Dorottya, Bástili, tehát csupa Balkai Géza, csupa olyan
korosztályos energiák jöttek a nagyok mellett, amik elég erőteljesen meghatározták aztán a dolgainkat, még akkor is, hogyha aztán ezek az utak értelemszerűen, természetszerűleg külön-külön váltak. Nyilván ebben közrejátszott maga a rendszerváltás, hogy ki érezte úgy, hogy a rendszerváltás számára egy olyan külön felelősséget, feladatot ró, hogy társadalmi munkában vállaljon pártok mellett kiállást, volt, aki amellett döntött, hogy inkább egy új színházi csoportosulás jelezze az újnak a megteremtését és a közös gondolkodás által új előadások létrehozásával járuljunk ehhez a fajtasághoz, ehhez a felfedezéshez, az újdonsághoz. Tehát én inkább a második kategóriába, ha lehet ilyet mondani, tartozom, de azóta is azt gondolom, a mi generációnk tagjai elég jelentősen jelen vannak a közéletben, és egyébként, ahogy elküldted nekem, és köszönöm utólag is, azt a nagyon pazar névsort, akik az elmúlt több évtizedben itt megfordulhattak, hát az egészen kivételes és pazar. És az én saját generációmból is többen vannak. És olyan emberek is vannak, akikkel, mint például Balczó András, személyesen is találkozhattam. És méghozzá úgy, hogy eljött megnézni egy előadásunkat a színházba, és utána bejött az öltözőbe, az a megtiszteltetés ért bennünket, mert Bubik Pista barátom, aki imádta az öttusát gyakorolni is, nem csak drukkerként, mint én, ő már a Balczó Andrással személyes jó viszonyban volt. Úgyhogy ott állt az öltözőnkbe Balczó András, miközben Bubik Pista meg én tulajdonképpen alsó gatyába öltözködtünk át a civil ruhába, és benn volt, ha nem is az egész családjával, de legalább heten voltak, és nagyon-nagyon szerényen és bátortalanul, de csillogó szemmel gratulált nekünk. Ezek óriási pillanatok. Vagy például, amikor néztem ezt a névsort, eszembe jutott hát a kamaszkorom egyik bálványa, a Faragó Tamás. Hát, hölgyeim és uraim, hát ő volt a világ legnagyobb vízilabdása. És soha nem felejtem el, Szentesen, amikor én még diák voltam, jártam le vízilabda meccsekre, mert a Szentesé, talán nem tudják, nem csak kulturálisan egy óriási hely Szentes, hanem a sport életében is, vízilabda ügyben viszont tagadhatatlanul, és mentem le vízilabda meccsre, és jöttek a játékosok. Nem csak a Szentesiek, hanem jött a Csapó, meg a Faragó, akik minden fölött három fejjel tornyosultak, és ott álltam kis diákként, és pattogtatták a labdát, és a Faragó nekem dobta. Mert látta, hogy ott állok. Elkaptam, és visszadobtam is. És mondta, hogy szia. Mondom, szevasz. És életem egyik meghatározó élménye volt. És milyen a sors, amikor már ismert színész lettem, valami oknál fogva, vagy a szervizből jöttem, nem volt autóm, és a Szentendrei úton stoppoltam. Megállt egy autó, beszálltam, és a Faragó Tamás vett föl. És mondtam neki, hogy emlékszel, amikor Szentesen, azt mondja, persze, hát már akkor láttam rajtad, hogy híres színész leszel. Beszéltem ilyen tanárokról, a pályatársakról, idősebb, előttünk járó komoly nagy színészekről, beszéltem a korosztályomról. Én ezt a kört nem tudom, nagyon forszírozottnak érezni, majd most elkezdeném bővíteni. Viszont azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy az, amivé én, és talán nyilván mindannyiunk is válunk, ahhoz egy ponton túl
kell az örökségen túl, a tanuláson, a tapasztaláson túl, kell a sajátunk. És ez a saját felelősségünk. Tehát én most nemrég nyugdíjas lettem, ezt nem is büszkén mondom, csak hogy megállapítom, de egyáltalán nem érzem úgy, hogy nekem pihennem kellene, vagy félre kéne vonulnom, és ezt nem azért mondom feltétlenül, mert ezt egy döntésnek gondolnám az ember életében. Nem így van. Tapasztalom korosztályos kollégáimat, akik bár tehetnék a dolgukat, bár játszhatnának, csak egyszerűen a fizikai és lelki-szellemi nehézségek már nem adják meg ezt a lehetőséget. Tehát én most ezt a lehetőséget, amíg megadja Jóisten, és én is ezzel tudok felelősen bánni, addig nagyon-nagyon szeretnék élni ezzel a szó teljes értelmében. Szívesen próbálok, szívesen veszek részt minden közösségi helyzetben a kollégáimmal, barátaimmal. Érdekes, hogy különös, még fontosabbak számomra a fiatalok, hordozván azt az őzelajosi játékosságot, és boldogsággal tölt el, hogy egy jó előadás sikerében az is az egyik legfontosabb pillérje lehet a sikernek, hogy egy 28-29 éves fiatal kollégával játsszuk ketten a főszerepet. Ezt most egy példával is mondom, a Király beszédét mutattuk be Székesfehérvárott, és Kovács Tomi, az én kollégám, ő a király, és én vagyok a beszédtanár. És annyira melegséggel tölt el, ha erről beszélek, hogy az egész kapcsolatunk, a próba folyamat, az tulajdonképpen két kortalan ember találkozása volt. Már úgymond tapasztalatom szerint, érzésem szerint. Tehát nem voltak közöttünk átjárhatatlan akadályok, gátak. Tehát én ezt így fogalmazom, hogy a tehetség képes találkozni a tehetséggel, ahogy engem kitüntetett annak idején Törőcsik Mari, hogy Őze Lajos. Tehát így nekem ezek fantasztikus örömet és pillanatokat jelenthetnek. Vagy az is nagyon felértékelődik, mindig is fontos volt, de az is nagyon fontos, hogy a klasszikusok mellett, amik megkerülhetetlennek a közönség számára, vagy akár a befogadók számára általános műveltségben és egyebekben, például a kortárs magyar darabok bemutatása. És az is csodálatos, hogy egy olyan siker, ami világsiker kapcsán, mint a Király beszéde kapcsán, megszerettek egy fiatal színészt mellettem, és utána már kortárs magyar darabra is eljönnek megnézni, és az energiák így összeadódnak. Vagy például, nem tudom, voltak-e önök közül, ezelőtt pár hónappal itt Szekszárdon játszottuk az Adáshibát, Szakonyi Károly darabját. Hát most ez is mekkora időutazás, hogy a 70-es években mutatták be Páger Antal főszereplésével, akivel volt lehetőségem még játszani, és most én játszom azt a szerepet. És hogy a Szakonyi Károly, aki ezt akkor fiatal drámaíróként megírhatta, 94 éves, és még aktív. Tehát, hogy hogyan kötődnek szövődnek, beszéltem egy nagyon fiatal kollégáról, és eljutottam a mondat végére Szakonyi Károlyig. És ez például a magyar dráma ügye is egyben. Hogy most érkeztem meg, nemrég voltam Debrecenben a Deszka Fesztiválon, ahol megint csak kortárs magyar darabokról beszélgethettünk az alkotókkal. Bemutathattuk idén Székesfehérvárott Bereményi Géza Apacsok színű színdarabját, ami az ügynök kérdésről szól,
egy olyan kérdésről, amit a magyar társadalom a mai napig úgy érzi, hogy nincs kibeszélve. Tehát nagyon fontos dolgokról lehet a színházon keresztül úgy beszélni, hogy az ember, és ne legyek álszerény, bőven kivehetem a magam örömét. Mondhatok valamit? Igen. A testvérem, beszéltem róla, Gáspár Tibor. Az én testvérem, aki mindig 12 hónappal ugye mögöttem kopogott, miközben 16 hónap a különbség közöttünk, érdekes módon aztán, ahogy diplomáztunk, máshogy alakult a pályánk. Én Budapesten maradtam, szem előtt voltam, rengeteget filmeztem, rengeteg díjat is kaptam, és nagyon hamar megkaptam a közönség szeretetét, a népszerűséget. Az én testvérem viszont vidékre került, és hosszú évtizedekig vidéken dolgozott kitűnő emberek, kitűnő kollégák és kitűnő közönség előtt, de mégsem a népszerűség reflektorfényében. Viszont múltak az évek, és kiderült, hogy az én testvérem, amit a szakma tudott, hogy nem csak úgy kitűnő színész, de észrevette egy filmrendező egy színházi alakítását. Amit megcsináltak, és az öcsém lett a legjobb színész abban, filmszínész abban az évben. Majd ennek kapcsán jött a következő, jött a másik, jött a harmadik, negyedik is. Az én testvérem eljátszotta a Béres filmet, ugye? Csebben az élet. És eljátszhatta a Kincsembe is az apát. És az én testvérem, aki megszokta, hogy mindig engem szivat, amikor megyünk az utcán, mert engem mindenki fölismer, őt meg nem, és akkor elébe ment, hogy ő, igen, ő az a híres színész, ő az. Most gyakorlatilag én tudom szivatni, hogy ő az, igen, jól látják, ő az. Na most ezt csak azért mondom el, hogy neked címezve, hogy felmerült bennem, és nyugodtan mondd el, ha így volt, felmerült bennem, hogy te tiszta szívedből, jóhiszeműen meg akartad a testvéremet hívni, és engem hívtál föl, mert összekevertél bennünket. Szeretnéd ezt hinni, akkor sem mondhatom, hogy így van, mert azért te olyan ikonikus alakja vagy a magyar színész világnak, akit azért nem lehet összetéveszteni a testvérével, és meg kell mondjam, hogy én láttam a Kincsemet is, láttam a Béres filmet is. Ez a játékszín igazgatójának, Bank Tamásnak és Szikora Jánosnak, a Vörösmati, Fehérvári Vörösmati Színház igazgatójának volt a közös ötlete, hogy melyik hívta előbb fel a másikat, nem tudom, de ebből a koprodukcióból született meg aztán ez a lehetőség, és nekünk nagyon fontos volt, mert Székesfehérváron elég szűkek a lehetőségek. Tehát általában egy színdarab a város lakosságát nézve 14-15 alkalommal megy, és gyakorlatilag vége van. Így viszont a játékszínnel való koprodukciónak köszönhetően 50 körül tartunk. Nagyon nehéz mit hozzátennem ahhoz, amit az eddig beszéltünk ezzel a fajta kütyű problémával, mert attól tartok, hogy elkezdenék általánosságokba fogalmazni. Én szerintem elég világosan elbeszélgettünk ezen, és most, ha már itt tartok, akkor sokkal szívesebben beszélgetnék erről egy fiatal emberrel, és nem veled. Már nehogy félreérts, tehát hogy van ez, srácok. Minden esetre én nekem az üzenet az ebből a darabból, legyen az a 60-as, 70-es évek, legyen az a mai kor, hogy az a hétköznapi csoda az elmossa az igazi csodáról a figyelmet. Ha nem vagyunk résen, ha nem vesszük, nincs lelki rezdülés, nem keressük az igazi csodát. Ha nem tudom, hogy te hogy fogalmaznád meg ennek a darabnak igazán azt a mondani valóját, ami a ma emberéhez. Szakonyi, mit üzen a ma emberének ezzel a darabbal?
rajtatok keresztül? Nagyon egyszerű, csak nehéz kimondani, de a közösségi létezést, a családi létezést, és ez a közösség, ez nem ideológia mentén szerveződik, hanem igény mentén. Tehát igenis azok a közösségek kell, hogy felértékelődjenek, ahol értelmesen tudják eltölteni az emberek, legyen az munkahely, iskola, szabadidő, hit, bármi, ami a kapcsolataikat élővé teszik. Nem pedig egy burokba, egy buborékba, a divatos kifejezést használjam. Tehát nem elszeparál, hanem éppenséggel közösséget teremt. És ebben azt gondolom, és nem akarom túlértékelni a magunk szerepét, nekünk színház csinálóknak óriási szerepünk van, és talán nem veszik hencegésnek, de az, hogy estéről estére megtelik a színházterem, és azon a közös gondolat mentén haladunk, amit a dramaturgia kínál a színészek hitelesítésével, vagy hitelességével, és ennek az eredője, a vége egy közös megkönnyebbülés, katarzis, taps, vagy közben a közös nevetések, ezek szerintem azok a legkézzelfoghatóbb lenyomatai a közösségi létezésnek, amit egyébként nem csak a színház adhat meg. De mondjuk ez a leglátványosabb, tehát én szerencsésnek mondhatom magam, mert ezzel az élménnyel találkozhatom. De gondolom, rengeteg ember, mint ahogy tapasztalom, te is, és sokan ebben az országban sokat adnak, tesznek azért, hogy ne legyenek kallódó energiák, hanem azok a szabad vegyi értékek is legyenek szabadon használva, de egy közösség érdekében akár. Mert a közös érdek így egy magánérdek is. Tehát a dolgot nem tudom tovább polemizálni, mert annyira úgy érzem most magam, mintha olyasmiről kéne beszélnem, amit már mindannyian tudnak, mindannyian tudunk. És akkor abban a hibában még nem akarok beleesni, hogy egy ilyen generációs sajnálkodás legyen, hogy bezzeg az én időmben, meg ilyesmi, mert semmivel sem tartom ezt a generációt, a fiatalok generációját kevésbé jónak, tehetségesnek, fontosnak, vagy akár erkölcsösnek. Ezzel a nagy szabadságunkkal, amit a szellemünk termel, nem tudunk lépést tartani valószínűleg. Tehát az emberi, de ez már filozófia, és akkor már olyan talajra csúszok, amitől el fogok esni, mert nem vagyok filozófus, és nem vagyok felkészülve rá, de be kell, hogy lássam, hogy sokszor a fantáziánk, a szellemünk korlátlansága elvisz minket egymás mellől. És kellene valami olyasmi, ami nagy szeretettel újra összeterel minket, de ezt biztos, hogy nem lehet agresszivitással, ezt nem lehet erőszakkal, szeretettel. Azért szerettem volna közbeszólni, hogy nyugodtan folytasd ezt a gondolatsort, még ha nehéz is, mert szerintem mindannyiunkban ott van a gondolat, de nem tudjuk mindig megfogalmazni, és amit más kimond, és majdnem kimondanánk, csak ő fogalmazta meg jól, azt tudjuk sokszor igaznak elfogadni. Tehát nyugodtan, ha valami olyan érzésed van, amit lehet, hogy már mindenki tud, de azért te hogy fogalmaznád meg? Mondd el nyugodtan a meglátásaidat ezekkel az értékekkel kapcsolatban, ami akár filozófia is lehet. Ne legyen filozófiai. Én azt gondolom,
Mert érzem, hogy itt tulajdonképpen Istenhez való kötődésünkről, kapcsolatokról szeretnél tőlem hallani valamit. Ez úgy rajtad, érzem. Ez rajtad múlik. Oké. Az előbb elmondtam, hogy én hogy nőttem fel. Azt is elmondtam, hogy a gyerekeimnek, a volt feleségemmel gyerekkorunkban azt gondolom, hogy ennek a lehetőségét maximálisan megteremtettük. Én magam hívőnek tartom, az is vagyok. Templomba nem járok rendszerességgel, imádkozni viszont szoktam. És ami számomra így felnőtt fejjel ijesztő, hogy azok a felelős szervek, egyházok, emberek, akiknek a munkájába nagyon nehéz belelátnom, hiszen nem ismerem, csak magát az eredményt látom, hogy ne haragudjanak, hogy ezt mondom, de szinte konganak a templomok. És a fiatalok nem nagyon vannak a templomban. És ne gondoljuk azt, hogy ez csupán a fiatalok felelőssége, sőt, legkevésbé. Tehát ez számomra rendkívül elgondolkodtató, hogy mi az a közös akarat, a felnőttek közös akarata, amire van kvázi szellemi muníció is, anyagi muníció is, mégsem tud olyan eredőbe szökkenni, hogy a gyerekeket be tudja vinni a templomba, sőt, az embereket is akár. Tehát valószínűleg van egy nagy csalódás, vagy tudatlanság, még ezt is megmerem kockáztatni emögött, de ennél többet én erről nem tudok mondani, ennyi a tapasztalatom. Az egész adásiba szinte végigkerül, hogy a valós csodát, emberfit nem ismeri fel. A társaság, a család egy tagja se, egyedül az Imrus, aki szeretné, hogy bevinni a családba. Ez szinte, ha azt mondom, hogy ott vannak 8 szereplő, akkor, vagy egy, akkor egy tizede a szereplőknek, aki ismeri, aki tud valamit. Hát ma azt kell mondjam, hogy valóban 10% sincs, aki a valós csodát közel tudná hozni, vagy fel tudná hívni a figyelmet, mint az adás hibában a fiatal ember. Hogy ez meddig mehet ez a... Igen, azt azért szögezzük le, hogy az adás hiba szereplői, pláne az apa, aki nem vesz tudomást a világról, valamiért nem vesz tudomást a világról. Tehát az a világ, amiben ő szocializálódott, amiben ő felnőtt, és ami őt visszaigazolta, azt tette őt ilyenné. Ez nem feltétlen felmentés, hanem tény. Tehát ott kell lenni ennek a legmélyén, vagy a tetején, annak a bűnös világnak, ami megnyomorítja az embert. Ahogy annak idején a kádári éra megnyomorította az embert, és a televízióba látta bele a valós világot, való világot. Ugyanúgy ezek a dolgok korunkban is megvannak. Tehát nyilván van egy össztársadalmi hatás, ami az embert nem feltétlen építi. És ennek a megnyomorításnak nyilvánvalóan ma is lehetnek példái, amik így hatnak vissza. És ezek nyilvánvalóan nem feltétlen csupán egyéni példák, hanem jellemzőek lehetnek csoportokra, bizonyos rétegekre. A kisközösségi csoportoknak a jelentősége úgy látod, hogy nagy és... Óriási, nagyon elképesztő fontos. Iszonyú fontosnak tartom.